Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Az első kérdés, mi foglalkoztatja őt, mi az ő gondolata, mit tervez, az középen látható, mégpedig itt felül és alul. Vannak nála álmatlan éjszakák, mert sokat töpreng, de ezt nem mutatja ki kifelé, hiszen itt megjelenik a nyilvánosságon, mint egy büszke király, hogy problémái vannak, erről ő nem beszél. Az is lehet, hogy az álmatlan éjszakák nálad vannak, és ő ennek tudatában van. Lehet, hogy elmondtad neki, lehet, hogy így érzi, így gondolja. Itt megjelenik, mint egy büszke király, kimutatja a bátorságát, a lelkesedését, de azért még várakozó, úgy figyelgeti a dolgokat. Az érzelmeit itt bal oldalon látjuk. Számára fontos a biztonság érzete, hogy meglegyenek az alapok, mert szeretne valamit kiépíteni, de benne van ebben a szűkös helyzetben. Lehet, hogy nem érzi jól magát a munkahelyén, de úgy gondolja, ez az állás biztos, még nem szabad felmondani. Az is lehet, hogy nem érzi jól magát ott, ahol lakik, és tervez egy költözködést. Az is lehet, hogy benne van egy párkapcsolatban, egy szűkös helyzetben, ahol elnyomják, ahol nem érzi jól magát, és ki akar lépni ebből a helyzetből, ki akar lépni ebből a párkapcsolatból. Sikerülni fog, hiszen megvan hozzá az ereje, a bátorsága, és nagyot ugrik előre, tehát kiugrik ebből a szűkös helyzetből. És fontos döntéseket fog hozni. Megint megjelenik, mint egy király. De ennél a kártyánál döntésekről és kommunikációról van szó. Beszélni akar veled. Mit fog tenni, az itt látható. Vannak még problémák. Valaki előír neki valamit, hogy mit kellene tennie. Az is lehet, hogy ő ír egy könyvet, vagy egy levelet, vagy valamit felír, vagy tanul valamit. Vagy te, vagy ő, esetleg mindketten benne vagytok ebben a kellemetlen helyzetben, hiszen vannak támadások, vannak kihívások, de nem szabad ezzel foglalkozni. Ez a véleménye, hogy legyetek visszahúzódók, csendesek, ne a problémákkal törődjetek. Ez a kártya jelenti a nyugalmat, a visszahúzódást, esetleg a meditációt. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak még a kártyák. Kéz a kézben fontos döntéseket hoztok, lesz egy új irány, segítetek egymásnak. Itt meg lesz a könnyűség, a vidámság, a beszélgetés, ez a helyzet, az álmatlan éjszakák végre elmúlnak. Itt lesz mozgás, előre mennek a dolgok, az is lehet, hogy ő elvárja azt, hogy te közeledj hozzád. Ez a mozgás itt, minden lehet, ami mozog. Egy utazás, egy költözködés, vagy egy autó vétele,
vagy sport tevékenység, de jelenti azt is, hogy vagy ő, vagy te útban vagy hozzá. Vagy ő van útban hozzá. Itt valami lezárul, mégpedig ez a szűkös helyzet. Itt kisüt a nap, tisztázódnak bizonyos dolgok, a nap megvilágít téged is, ez az elvárása, hiszen beszélni akar veled, látni akar téged. Itt a kutya jelenteti a házi állatokat is, hogy megvan a kapcsolat, a kutya erőt ad számára, de jelentheti a barátokat, ismerősöket is. Ott vannak azért problémák, sőt úgy gondolja, hogy a baráti körben támadják őt, előírnak számára valamit, de ő ezzel nincs megelégedve. Az, hogy lezárjátok a küzdelmeket, és keresitek a nyugalmat, a csendet, ez egy bölcs döntés, egy bölcs gondolat. Itt a remény, hogy megnyugszik minden, ez a kártya nem csak a reményt jelenti, hanem utazásokat, külföldi kapcsolatokat. Az is lehet, hogy ő a távolban él, meglátogat téged, de keresi a nyugalmat, keres egy csendes helyet. Vagy, hogy ő visszahúzódó, és kéri azt, elvárja azt, hogy te látogasd meg őt. Az ő jelenlegi helyzete, itt a kereszt jelenthet vallási témákat is, vagy egy találkozást, hiszen a sors utatok kereszteződik. Amit a kereszt még jelenthet, egy döntés, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba kilép a szűkös helyzetből, és fontos döntéseket fog hozni. A te jelenlegi helyzeted, itt a horgony azt jelenti, hogy mennyire fontos számodra a biztonság érzete, ahol le tudsz horgonyozni. A horgony gyakran jelenti a munkát, a hivatást is. Lehet, hogy itt ez a kihívás, vagy a félreértések, vagy támadások a munkahelyeden vannak. És ez volt az általános kivetés. Megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást. A díjam, mint minden jóslásnál, 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. És amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, ha leírnád a véleményedet a kommentárba, vagy jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen, és én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!